Cérna Tibor halálának 21. évfordulójára emlékeztek április 28-án Torontálvásárhelyen. Koszorút helyezett el a szobornál Cérna Katalin és József, a katona szülei, a helyi közösség, a községi önkormányzat képviselői, valamint azok a katonák, akikkel együtt teljesített szolgálatot. Cérna Tibor egyike volt a jugoszláv katonaság 108 tagjának, akik elestek a koszovói háborúban, a kossarei harcokban. 21 éves volt. 2017. június 14-én szülőfalujában Torontálvásárhelyen emlékművet avattak a tiszteletére. Az elesett kiskatona édesanyja Cérna Katalin és Alekszandar Vučić szerb elnök közösen avatták fel a mellszobrot. Az elhunyt katonára a torontálvásárhelyek méltóság teljesen is tisztelettel emlékeznek. Cérna Tibor a falunk szülöttje, akinek az emlékét őrizni fogjuk örökké. Ő az életét adta 1999-ben Kosáren, amikor a hazánkat védte. A falunk szülöttei, tehát a községünk lakosai mindig is részt vettek, nem húzták ki magukat a kötelességeik alól, és védték a nemzetünket, a hazánkat, és ez így is van mindig, tehát kitartunk hazánk mellett örökké. Cérna Tibor hősi halált halt kiskatona édesanyja és édesapja következőképpen mesélt a fiúkról. Milyen volt Tibor? Egy nagyon jó gyerek volt, tényleg még nagyon, hogy mondjam, ő már készült volt az életre annak ide, még a katonaság előtt. Ha visszajött volna, biztos, hogy lett volna már 2-3 unokám, meg gyorsan is meg is nősült. Miért nősült volna azért, mert az volt a terve, hogy megnősüljön, meg hogy itt éljen, meg együtt, hogy is hiák, hogy műhelyet nyissanak az apjával. Egy nagyon vidám gyerek, egy felelős volt, tudod, ott még mi gyereknek is. Szorgalmas, vidám, zenét szerette, nagyon zenélt is máskülönben. Mint édesapával gondolom sok időt töltött. Hát töltöttünk sokat, szeretett pecázni, pláne zenézni. Ő vitte őket mindig, tudod, a tezgákra, a kocsmába, az egész zenét, ceremóniába. Folklórba és PKB folklórba, úgyhogy meg volt neki a társasága, meg a barátjai, úgyhogy... Tehát mindenhol aktív volt. Elaktív, persze. Kár, hogy nem él. Cérna Tibor hősi halottja Torontálvásárhelynek. A szerb hadsereg tagjaként vett részt a koszovói háborúban, és egy hadművelet során vesztette életét. Abban az időben töltötte katonaidejét a jugoszláv hadseregben, amikor a NATO támadást intézett országunk ellen. Csapatparancsnok volt. És ez így marad az élet végéig, nincs itt semmilyen változás, vagy jobbulás. Az, aki elment, nem jött vissza, és a szíved fáj, még élsz. Hát én nem nagyon bírok beszélni ilyenkor. Mert de nehéz, nehéz nagyon. Gondolom nehéz, mert mindenki, aki eljön ilyen esetekre, ugye, a barátjai, a rokonság, mindig visszamész arra az eseményre, és borzasztott én. Tibor gyermekkora egy részét Kovilovón töltötte. 2018. áprilisától Cérna Tibor nevét viseli a kovilovói stadion. Igen, Kovilovón ott, ahol mi éltünk valamikor, ottan a futballpályát nevezik az ő nevére. A helyi népség rendezte, szóval nincsen összekötve az országban még semmivel, hanem egy fiatal ember így a lakosokkal megbeszélték, és a klubbal, és a stádion, szóval a futballpálya az ő nevét viszi. Hát szép, szép tőlük, és én nagyon örülök azért, mert csak is ott éltem 25 évet, ő meg ott onnan ment katonák, ott élt az utolsó napján.